Rágóizmok lazítása otthon végezhető gyakorlatokkal. Az önkéntelen fogszorítás, a rágóizmok extrém mértékű túlterhelődése gyakran előfordul monoton, koncentrációt igénylő szituációkban, fizikai erőkifejtés során, sportolás közben, de leggyakrabban stressz helyzetben. A fogakszorítás a szerteágazó tüneteket okozhat, mint például a fejfájás, fogászati indok nélküli fogfájás, arcfájdalom, fülzúgás. Az állkapocs ízület normális, nyugalmi helyzete, ha zárt száj mellett az alsó és felső fogsor között 2-3 mm távolság van. Amikor a fogak összeérnek, a rágóizmok már dolgoznak. Fokozott aktivitásuk pedig feszessé és fájdalmassá teheti az állkapocs izmait és ízületeit. Videónkkal most azoknak szeretnénk segíteni, akiknek panaszait a rágóizmaik feszülése, túlterhelése okozza, és fogorvos vagy gyógytornász javaslatára lazító gyakorlatokat kell végezniük. A gyakorlatok során ügyeljünk arra, hogy az alsó és a felső fogsor nem érintkezhet egymással. A fájdalom egy képzeletbeli 10-es skálán, ahol a 10-es az elviselhetetlen fájdalmat jelöli, nem haladhatja meg a 4-es értéket. A gyakorlatok előtt feltétlenül mossunk kezet, figyeljünk arra, hogy a mozdulatokat lassan végezzük. Kezdjük az egyik legnagyobb és legerőteljesebb rágóizommal, a masszéterrel. Ennek az izomnak a lazítására alkalmazhatunk kívülről és belülről végezhető technikákat is. Hajlítsuk be az ujjainkat, és tegyük pontosan a járomív alá. Enyhe nyomást kifejtve húzzuk lefelé az állkapott szöglet irányába, majd ismételjük meg 10-szer. Haladjunk tovább a szájüregen belülre, ahol merőlegesen lazítjuk a masszéter izomrostjait. Ehhez a lazító technikához a hüvelykujjunkra és a mutatóujjunkra lesz szükség. Bal kézzel a jobb oldali rágóizmot, jobb kézzel pedig a bal oldalit tudjuk lazítani. Enyhe szányítás mellett a hüvelykujjunkat helyezzük annyira hátra, amennyire csak tudjuk, addig, amíg csontba nem ütközünk. A mutatóujjunkkal kívülről fogjunk rá az izomra, tehát próbáljuk összeérinteni a hüvelyk és mutatójunkat úgy, hogy közte legyen a masszéter. Akkor vagyunk jó helyen, ha összeszorítjuk a fogainkat, és érezzük az izom feszülését az ujjaink között. Csippentsük össze ujjbegyeinket, és enyhe nyomás fenntartva húzzuk előre a mutató és hüvelyk ujjunkat 10-szer. Ismételjük meg a húzásokat egy kicsivel lejjebbről, szintén 10-szer. A masszéter a járomívtől, az állkapott szögletig húzódik. Fontos, hogy a teljes izmot masszírozzuk át, szükség esetén több sávban ismételjük a gyakorlatot. Az előbb látott technikával fogjuk meg a masszétert a lehető legközelebb a járomívhez. Enyhe nyomást fenntartva, félhold alakban húzzuk lefelé a mutató és hüvelykujjunkat az állkapott szöglet irányába, majd ismételjük 10-szer a mozdulatot. Fontos, hogy a gyakorlatok kivitelezése során hüvelykujjunkkal enyhén toljuk oldalra kifelé a masszétert, tehát legyen meg a félhold alak, ne csak egy lefelé irányuló húzás. Hüvelyk és mutatójunk segítségével tapintsuk végig a masszéterünket, és keressünk nyomásérzékeny pontokat. Ahol találunk, ott álljunk meg, és tartsuk fent az enyhe nyomást 10 másodpercig. Majd engedjük el, és ismételjük meg még 2-szer a gyakorlatot minden fájdalmas ponton. A következő technikát szintén a mutató és hüvelykujjunkkal végezzük az előbb kitapintott nyomásérzékeny pontokon. Hüvelyk és mutatójunk közé fogjuk az egyik fájdalmas pontot, és enyhe nyomás fenntartva tegyünk körkörös mozdulatot 10-szer. Végezzük el a gyakorlatot az összes érzékeny ponton.
Végül, ha lazítással készen vagyunk, csináljunk egy nyújtó gyakorlatot. Azon az oldalon végezzük a nyújtást, ahol csináltuk a lazítást. Fújjuk fel az arcunkat, és tartsuk meg 5 másodpercig. Majd engedjük el, és ezen az oldalon ismételjük meg 3-szor a gyakorlatot. Fontos, hogy ne az ajka körüli területet fújjuk fel, hanem ténylegesen az arcot, mintha pofazacskót csinálnánk. Ha a végére értünk a feladatoknak, ismételjük meg a másik oldali masszéterrel is. A következő izom a temporális, azaz a halánték, ami kulcsfontosságú szerepet játszik a fogszorításban, úgy, mint a masszéter. A lazításhoz használhatjuk újbegyeinket. Akkor tudjuk, hogy jó helyen vagyunk, ha összeszorítjuk a fogainkat, és érezzük az ujjaink alatt, ahogy az izom megfeszül. A kezdéshez tegyük az egyik ujjunkat a járomír fölé, és húzzuk fölfele hátrafelé a hajas fejbőr irányában, miközben enyhe nyomást fejtünk ki az izomra. Ezt ismételjük 5-ször. Egy másik módja a temporális lazításának, ha újbeggyel apró köröket rajzolunk, enyhe nyomást fejtve ki az izomra, és így haladunk felfelé. A gyakorlatot ismételjük meg a temporális előső, középső és hátulsó rostjain. Minden roston haladjunk végig 5-ször. Az a pont, ahol sokunknak a stressz és a feszültség koncentrálódik, a járomír fölött és a szemgödör mögött egy ujjnyival feljebb és hátrébb található. Ez egy tipikus pont, ahol a nyomás formájában érzékelhető tenziós fejfájás jelentkezik, ezért a temporális lazítása sokat segíthet ezen a típusú fájdalmon. Fejtsünk ki enyhe nyomást erre a pontra, és tartsuk meg 10 másodpercig, majd ismételjük 5-ször. Zárásként végezzünk lazító és relaxációs hatású légzőgyakorlatot. A nyelvhegyét lazán helyezzük fel a szájpadlásra, a fogsor mögötti barázdát dombra, közvetlenül a fogak mögé. A száj enyhén legyen nyitva. Orron keresztül 3 másodpercen át szívjuk be a levegőt, majd szájon át 4 másodpercen keresztül engedjük ki. Ismételjük meg a légzést 3-szor, utána nyeljünk egyet úgy, hogy a nyelvhegye ugyanolyan pozícióban marad a szájpadláson. Figyeljünk arra, hogy az arc és a nyak izmai végig lazák legyenek, a vállak a légzés során ne emelkedjenek meg. A gyermekek 10 éves kortól végezhetik a feladatsort, szülői segítséggel, szintén állkapott specialista szakember ajánlására. A gyorsabb javulás érdekében hagyjunk fel szájüregi rossz szokásainkkal, mint például a rágózás, a ceruza vagy a toll rágcsálása. Ezek mind megterhelik a rágóizmokat és a fogainkat. Kerüljük az állkapocs kézzel való támasztását, csökkentsük a koffein bevitelt, mert az fokozza az izmok feszülését, valamint mellőzzük a kemény és rágós ételek fogyasztását. Ügyeljünk az ergonomikus munkakörnyezet kialakítására, különösen, ha számítógép előtt dolgozunk, és figyeljünk a helyes testtartásra. Mivel a fogszorítás hátterében gyakran áll stresszes életmód, a tünetek kezelésére javasolt relaxációs technikák elsajátítása, pszichoterápia. A témában további hasznos információkat olvashatnak a videó leírásában is. Egészségükre!